Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Idén még, ha jól számolom, két alkalmunk van, ez meg egy következő. Most már mondom nektek, nehogy véletlenül valami baj történjen, hogy december 23-ára jön ki a KEDD, de december 23-án már nem leszünk. Hát csak van más dolgunk is. Tehát nem, december 23-án nem leszünk. Tehát van ez a mai alkalom, ebből az évből meg még egy következő, és a múltkor elkezdtünk egy új gondolatkört, nyilván egy új séma kapcsán, ez pedig az elismerés hajszolás. Az elismerés hajszolás belső hiedelemvilága, aminek a kulcsa, hogy külső megerősítésre vágyom, mert ide bent annak a forrását nem találom meg. Ezért úgy élem meg, hogy erre mindenképpen és fokozottan és föltétlenül és minden nap és sokat és mindenkitől és csillogjon és illatos legyen és minden, mert enélkül nem tudok életben maradni. Az elismerés hajszolásnak pedig van két mondjuk nagy csoportja, ezzel kezdem, teljesen mindegy lett volna, tehát látsz, akkor is. Az, amikor valaki az elismerés mögött elsősorban és alapvetően az elfogadást vágyja, hogy megélhesse mások révén, hogy elfogadható vagyok. A másik, amikor nem annyira az elfogadáson van a hangsúly, hanem az elismerésen, azon belül is pedig azon, hogy siker, hírnév, csillogás és a többi. Ezen van a hangsúly. Tehát itt inkább az elfogadáson, itt inkább a külső részen, hogy legyek híres és sikeres és népszerű és a többi. Mindez egy sémának a világa. És emlékeztek, hogy minden sémához tartoznak érzések, gondolatok, tartoznak szelektív emlékek, tehát itt ülök, vágyom az elismerésre, és nem tudok fölidézni élményeket, amikor elismertek volna, és elfogadtak volna. Igaz, tegnap legalább hárman szerettek, de már nem emlékszem rá. Hárman, hosszabban. Hosszabban. Tehát amíg együtt voltam a férjemmel, ő szeretett úgy. 8-tól éjfélig. Utána lefeküdt. És hogy ő lefeküdt, én bennem kezdett egy hiányérzet kialakulni. De így volt. Éjfélig szeretett a férjem. De most nem. Most Fárfeli azt mondta, hogy a férje is szerette őt. Nem. De ahogy lefeküdt, kezdtem el bizonytalanodni. Hogy most, hogy már nem mondja, hogy szeret, most nem biztos, hogy szerethető vagyok. És ha nagyon sebzett vagyok, látjátok, hiába éltem meg 4 órán keresztül valakinek, mondjuk az elkötelezett vagy hűséges, kifejezésekben is megnyilatkozó irántam való tiszteletét és elfogadását, nem érhető el belül. Itt pedig, eszembe jutott valaki, sok-sok évvel ezelőtt volt, szülei eljöttek hozzám egy mise után, azt mondják, képzeld el, a lányunk kitüntetést kapott. És hát tudod, milyen fontos neki, hogy megbecsüljék és értékeljék, és kifejezzék, hogy milyen nagyszerű. Hát nem véletlen lett pedagógus. Ott sziporkázik, de hát nagyon jól is esik neki. Hogy ahogyan ő beadja a szívét, lelkét, hát igenis, kell neki a visszajelzés. És akkor azt mondta nekem, apuka, anyukája, legyél szíves, hívd föl őt és gratulálj neki. És akkor ülök a saját cégemben, hát elkezdtem vakarni a fejem, ezt hogy kell normálisan csinálni? És mondjam azt, hogy szia! Az történt, szüleid jöttek, és mondták, hogy dicsérjelek meg. Vagy így. Hát ez nem szoktam őt fölhívni.
Ezt még kezdjek el neki valamit mondani. Szia, épp eszembe jutottál. Ebben mondjuk volna igazság. Na mindegy. Elhatároztam csak az igazat. Mondjad? Hogy mi? Ja, milyen? Ó, te ilyen bonyolultan látod az életet. Hallottátok, hogy milyen minőségben jutott ez. Na, ez nem jutott eszembe. Nem, én olyan egyszerűen ültem, és két szem, két fül, ennyi, és úgy néztem kifelé. És akkor olyan egyszerűen mondtam, hogy képzeld el, szüleid jártak nálam, örömmel újságoltál, hogy kitüntettek téged. Engedd meg, szívből gratulálok. Síri csönd. Azt hittem, hogy rossz embert hívtam fel. Ebből is látszik a sérültségem. Egy pillanat alatt azt gondolom, hogy én elrontottam valamit. De nem is az ő szülei voltak. De ez nem soha. És hogy ő azon gondolkozik, hogy én megbolondultam, vagy szemétkedek vele. És utána síri hangon, monoton, mindenféle hegycsúcsot és mélységet nélkülözően már régen meg kellett volna kapnom. Na, eddig is zavarba voltam, de ezután... Tehát itt nem annyira az elfogadás és a megbecsülés, inkább a siker, a hírnév, ez. De emögött nehogy elkezdjünk ítélkezni, minősíteni, vagy moralizálni bárki fölött, aki ebben a sémában van. Ha sose tettünk ilyet, miért tennénk most? Ha most tegyük már karácsony előtt. Nem teszünk ilyet. Próbáljuk megérteni, hogy mi van mögötte. Hát, nyilván ott van a személyiség fejlődésnek mindenféle útvesztője, elakadása, sérülése, hiánya és az összes többi. Emlékeztek még, hogy mi az, ami élettani szempontból a jólétünket megalapozza? Mi az, ami tevékenységek révén bennünk az életerő, életöröm, életkedv kialakul, mégpedig azért, mert azok a hormonok nagy valószínűséggel termelődni fognak bennünk, bennetek is. Első, hogy észrevesznek minket. Észrevesznek minket, figyelnek ránk, fölfigyelnek ránk. Második, tisztelnek és becsülnek minket. Harmadik, gondoskodnak rólunk és törődnek velünk. Negyedik, következetesen ember számba vesznek, személynek tartanak minket. Ez azt jelenti, hogy az a mély vágy, ami emögött, a sebzettség mögött van, egy egészen érthető, emberi, normális, természetes, alapvető vágy. Vegyenek észre, figyeljenek rám, figyeljenek föl rám, vegyenek ember számba, vegyenek egy valakinek, aki nem lesz soha olyan, mint a többiek, ezért egyedi és rendkívüli. Törődjenek is velem, gondoskodjanak is rólam, ismerjék is el. Emlékeztek a kutatás 2006, vagy 2004, 96%-a a fiataloknak azt mondja az Egyesült Államokban, ez nem tudom, hogy 2004, 96%, vagy 2006, 94%. Nem tudom, döntsétek el. Ti ezt döntsétek el, de lehet, hogy mondjátok úgy, hogy 95-ben 95%-a. És akkor majdnem jó, egyik se stimmel, de úgy, akkor egy közép, érték? De nem bírom megjegyezni, mert annyiszor utána néztem, hogy melyik a 4, meg melyik a 6, úgyis elfelejtem, mert már nem. Na, már így karácsonyhoz közel. Nyakunkon a karácsony, és még akkor ezt tudjam. Tehát, azt mondja 95% cirka, hogy a legnagyobb cél, életcél, hosszú távú életcél a siker. Miközben a siker, a hírnév, a dicsőség, a győzelem, a like nem segít rajtunk. Nem segít. Lájkolhatnak téged akármennyire. Tényleg, tényleg. Tehát szeretlek benneteket, de hiába lájkollak. Hiába. Tehát te
kirakhatsz napi három valamit, szösszenetet a te rendkívüli életedről, és belájkolhatnak 3 milliárd 870 millióan, mert pont eltaláltad a trendet, de pont annyira érdekesen, hogy az mégse pont a trend, hanem egy trend elő. És aznap azt mondod, hogy ez zseniális, iszonyatosan örülsz, de hát már 3 milliárd 870 millióan belájkoltak, ez iszonyú jó, de gondolod, hogy elég nem, gyorsan föl kell valakit hívni. Te, képzeld, de te láttad? Láttad, hogy mennyi nézd, nem láttad? Nem láttad, mit érdekel, hogy 3 milliárdan belájkoltak, a barátnőm nem nézi meg. Értitek ezt a rettenetes kiszolgáltatottságot? Hogy belájkolnak 3 milliárd, nem tudom, szoktak ilyen, hogy belájkolni? Iszonyatosan rondán hangzik. Mondanak ilyet, vagy ezt most én durvítottam el a... Mondanak ilyet, hogy belájkolni. Ijesztő nekem. Hát én nem szeretném, nekem belájkolna valaki. Csak... Ez az alkalom most kezd elcsúszni. Érzem, hogy most már ti nem arról beszéltek, amiről én. Én ugyanis a sématerápia szakirodalmából kiindulva beszélek egy gyötrelmes emberi megélésről. Ti meg itt kacaráztok. Szóval megvan ez a kiszolgáltatottság, hogy lájkol. Tehát most a belájkolásról az jut eszembe, mikor azt mondják, hogy beintegrálni valaki. Na, látszik, na itt most ez fájt nektek is. Most akkor ugyanazt érezzük. Ez a beintegrálni, ez nagyon, nagyon. Tehát integrálni. Igen, de beintegrálni az be. Nem integrálunk be, hanem integrálunk. Jó, tehát eldöntöttük, nem lájkolunk be senkit. De hogyha kapnál 3 milliárd 870 millió lájkot, se lenne elég, mert föl kéne hívnod egy csomó embert még aznap este, hogy nézzék meg, hogy téged belájkolt. Kaptál ennyi lájkot. Ezért, aki ebben a sémában van, nagyon... Nagyon érthető módon, belülről is, de a kultúránk, a környezetünk megerősítő tevékenysége révén is élheti azt meg, hogy ő egyszerű, érthető, emberi, normális, természetes dolgokra vágyik. Hogy ő vele nyilvánvalóan semmi probléma nincs. Hát persze, hogy elismerésre vágyunk. Hát persze, hogy egy kis megbecsülésre. Hogy vegyenek észre, hogy ember számba vegyenek. Ezért rejtve maradhat önmagunk számára a saját sebzettségünk. Mert ezt a kultúra is megerősíti. Van olyan sebzettség, amit a kultúra nem erősít meg. És van olyan sebzettség, amit megerősít. Na, ezt megerősíti. Jó combosan. Ettől még kiszolgáltatottabbak leszünk. Például, ha valaki alkoholbeteg, akkor... Azt mondjuk, ugye ez az alap kijelentésünk, hogy abban a döntéshelyzetben, amiben lehet, hogy ő egyébként nem érzékeli magát, hogy jobb helyzetbe akarom magam hozni, vagy jobban akarom érezni magam, következetesen úgy dönt, hogy jobban akarom magam érezni. Ez az alkoholbeteg alapdöntése. Ettől alkoholbeteg marad. Ez nem volt teljesen értelmes magyar szó. Itt az alapdilemma az, hogy jobban akarok lenni, vagy mindig valami külsőre vágyom, amitől jobban fogom érezni magam. De miután a kultúra is ezt megerősíti, és belülről is egészen természetes, hogy ilyesmire vágyom, ezért tulajdonképpen egészen a függőségig fogok jutni, és sosem fogom ezt függőségnek nevezni.
Ha sarkos szeretnék lenni, azt lehetne mondani, hogy például a mi kultúránk, innen jöttem az alkoholból, hogy az alkoholra azt mondjuk, hogy hát az alkohol, az alkoholt lehet inni. Igen, vannak betegek, hát szegények, ők egyszerűen nem érzik a határt. De az alkohol az teljesen oké. A kábítószerre azt mondjuk, hogy egyáltalán nem oké. Ez éppen tulajdonképpen egy kulturális megegyezés kérdés, hogy alkohol oké, kábítószer nem oké. Hogy cigi oké, marihuánás cigaretta nem oké. Kultúra kérdés, és látszik is, hogy az egyik kultúra azt mondja, hogy nagyon oké, kevésbé oké, egyáltalán nem oké. A mi kultúránk például olyan szempontból egyoldalú, hogy mi jólétfüggők vagyunk. De sosem mondanánk így. Tudjátok, hogy a függőségnek mi a három kritériuma? Egy. Ellenállhatatlan vágyat érez, ami erősebbnek bizonyul nála. Tehát el is bukik benne. Ezért akkor cucc, vásárlás. De ezt nem nevezzük függőségnek, mert ez a normális. Ez a fenntartható fejlődés. Hát nem, csak egy szép szó kell hozzá, és már is tudjuk, hogy ez egyáltalán nem probléma. Tehát jóhoz is hozzászokunk. A mi kultúránk azért jólétfüggő, mert egy. Hozzászokunk a jóhoz, és még csak nem is tudatosul bennünk, hogy ezt az ellenállhatatlan vágyat sosem mondjuk, hogy köszönöm elég. Nem, nekem még az Isten. A második, a magatartását a függőséggel leírható ember akkor is fönntartja, hogyha az rá vagy másokra már veszélyes, egészségtelen vagy káros. Tehát minden további nélkül fönntartjuk ezt a magatartásunkat. Egyrészt ránk is veszélyes, de ha valakikre veszélyes, az a következő nemzedékek. De egészen nyilvánvaló az ökológiai lábnyomunk jóval nagyobb, mint amennyit mi megengedhetnénk, de fütyülünk rá. Tehát ez azt jelenti, hogy a magatartásunkat a jóléttel kapcsolatban, nem a jóléttel, hanem a jóléttel kapcsolatban akkor is fönntartjuk, ha másokra káros. Mert fönntartjuk. És a harmadik ismérve, ahogy a WHO ezt megfogalmazza, hogy emeljük az adagokat. Késztetést érzünk, hogy hát kicsit. Hát, ha valami jellemző ránk, ez biztos. Minden autónak a mérete növekszik. A tengelytáv növekszik. A légzsákok száma növekszik. Mindennek növekednie kell. Veszel egy autót, és nincs benne 17 légzsák, úgy érzed, hogy valamint, hogyha egy koporsóba utaznál. Én nekem legyen mindenképp 17 légzsák mindenhol. Légzsák nélkül egyszerűen úgy érzem magam, mint egy végtelen csecsemő. Tehát szeretnék egy puha jászolt légzsák párnákkal. Há, ez jól hangzik, nem? Odáig juthatunk el, és nem kell velem egyetérteni, hogy tulajdonképpen jólétfüggők vagyunk. Hogyha nézzük azt a 7 milliárd embert, akik között vagyunk, akkor megvan az ellenállhatatlan vágy, emeljük az adagot, akkor is fönntartjuk a káros. De mindenre egyáltalán nem úgy tekintünk, mint függőségre. Egyáltalán nem. Mi nagyon normálisak vagyunk, és rajtunk múlik a fönntartható fejlődés. Ezzel a sémával kapcsolatban hasonlóan vagyunk. Hogy miután egy nagyon természetes belső igény van a hátterében, ott valahol, és mert a kultúra is ezt megerősíti, ezért a probléma az, kérdeznék tőletek valamit. Na, képzeljük el, tudtok az önmegvalósításról. Hát, egyetlen, csináljuk. Az önmegvalósításnak három dimenziója van minden emberben. Mondom ezt a hármat. Hát tudjátok, már kisujjunkban van. Első, önkifejezés. Második, önátadás. Harmadik, önfelülmúlás.
Önmegvalósítás egy társkapcsolatban, ha valaki ezt még nem hallotta volna, hogy ez mi. Például ifjú feleség vagyok, és elmondom a férjemnek, hogy figyelj, muszáj, hogy kedden hazaérjél 10-re. Muszáj. Iszonyú dühös leszek, ha nem érsz haza. Jó van, gyere el a momba, de utána mindenképpen gyere haza, beszédem veled. Muszáj. Ez önkifejezés. Na most, hazament a férfi, na hát a férfiak járnak ide, a nők nem szeretnek, már ide járni, és hazament a férfi, és akkor a nő azt mondja, te, nagyon szeretnék beszélni, a férfi, az rendben van, és elkezdenek beszélgetni, de én nőként hallgatom a férjemet. Megengedem, hogy ő is beszéljen, és ahogy beszél, átadom magamat a beszélgetésnek, de annak is, amit mond, megengedem, hogy az bennem érzéseket keltsen, igyekszem azt megérteni, sőt, együttérzőnek lenni, megérteni, mi van a hátterében, szerepet cserélni vele, hogy ő mit, hogy élhet meg, ez önátadás. Tehát nem csak arra törekszem, hogy háromszor legalább egyre érthetőbben elmondjam, mit akarok tőled. Hanem amikor erre mond valamit, hogy te tudod, az van, hogy én ezt szívesen magadnám, de amikor nagyon fáradt vagyok, akkor annyira olyan erőtlennek érzem magam. De nem érted? Tőled. Hát értettem, amit mond, de úgy vettem, hogy ő nem ért engem. Ezért egy egyszerű magyar polgár vagyok Bécsbe, és kérek ásványvizet. Sok pénzem nincs, de mégiscsak ásványvíz. Nézd, ugye az osztrák, aki egyébként egy afrikai bevándorló. Kétszeres oka van, hogy ne értse mi az, hogy ásványvíz. Ez egy nyilvánvaló, hogy még pontosabban ide kell ülnöm, ki akarom fejezni, hogy megértse. Ezért ott vagyok Bécsben, a Mária Hilfe Strasszén, és mondom, hogy ásványvíz. És látom rajta, hogy nem, és mondom, ásvány. Ezt nevezhetjük egyoldalú önmegvalósításnak. Mert már látni való, már úgy kifejezte magát, ezt már jobban nem lehet. De ha észrevette volna, hogy akivel beszélget, egy német nyelvet is törve beszélő, szenegáli fiú, ha ezt egy picit észrevette volna, és egy kicsit úgy részt vett volna abban, hogy miben van, ennek átadta volna magát a helyzetnek, esetleg többre jutott volna. Tehát ott vagyok este 10-kor, és minden energiámat nem arra fordítom, hogy elmondjam a férjemnek, hanem egy picit hallgatom is. Ezzel is így. Ez önátadás. Nem csak önkifejezés, önátadás. És hogy átadom magam, megélem azt, hogy nem egyszerűen csak horvát piroska vagyok, közöm sincs ki az, nehogy írjatok, hogy... Kapok 8 e-mailt, de horvát piroskák mind írnak, hogy menjek a búbánokban. Ezt csak úgy mondom, tehát legyen piroska horvát. Nem is ez. Akkor külföldről fog kapni e-maileket. Ez már nagy személyiség. Tehát, hogy még innen is őt bántom. Szóval az is ön megvalósítás, ahogyan én őt hallgatom, és megértő vagyok, és együttéző, és szerepet cserélek vele, és átélem, hogy közben köztünk kapcsolat van, és én az ő felesége vagyok, és átélem azt, ami ebben a helyzetben számomra nagyon fontos, hogy mi tulajdonképpen házastársak is vagyunk. Hát ez is én vagyok, éppen ezzel is valósítom meg magam. És akkor a férjem azt mondja, hogy hát már pedig én ezt nem tudom neked megadni. Én nagyon szeretlek. Én törekedni fogok, hogy valamennyire megváltozzak, amennyire tudok, de most, ahogy itt vagyok, én azt tudom mondani, hogy ezt így, én nem fogom neked tudni megadni.
átülsz ide, önfelülmúlás. És akkor itt azt mondod, hát akkor ezt a szükségletemet most megpróbálok bizonyos szempontból felül is múlni. Fontosabb vagy, mint a szükségletem, fontosabb vagy, mint hogy igazam legyen, fontosabb, fontosabb. Magamat felül is múlom. Akkor nevezhetjük önfelülmúlásnak, hogyha itt belül az önátadásból kiindulva megtörténik az, mi a folyamat. Itt kifejezem magam, jaj, de jó, el tudom mondani, itt rád is hangolódok és együtt vagyunk, és ebből az ihletettségből, hogy ki is fejeztem magam, rád is hangolódtam, át is adtam magam, megszületik az, hogy tulajdonképpen tudok élni, anélkül, hogy ez mindig úgy lenne, ahogyan én akarom. Hogy tudok így élni. Ez önfelülmúlás. Vannak, akik látszólag azt mondják, jó, hát akkor legyen. De ez nem önfelülmúlás, mert még mindig itt ül. És most azt fejezik ki, hogy jó, hát akkor legyen. Jó, jó. Hát ne, én nem erre állasodtam, nem így gondoltam, legyen. Hát most erre mit mondjak? 50 évünk van, te meg azt mondod, hogy hát jó, hát akkor jó éjszakát. Jó, hát akkor nyilván így lesz. Hát most tudok csinálni valamit? Jó, hát szép 50 évünk lesz, mert én is nagyon boldog leszek így. Jó, majd nézheted, ugye karácsony két hét múlva. Jó. Hát akkor így lesz nyilván. Akkor hiába mondja, hogy így lesz, meg itt van az önkifejezésnél. Ezért van nagy jelentőség az önátadásnak. Mert itt születik meg nagyon sok minden, ami segíti az önfelülmúlást. Na most a kérdésem, mert csak azt akartam, hogy ezt értsétek. Kicsit hosszú volt. Hát így van ez. Szerintetek, aki a fent nevezett sémának a terhe alatt nyögedezik. Ez egy magyar szó. Most a beintegrál mellett van a szótárban. Tehát elismerés, hajszolás, séma. Szerintetek melyik önmegvalósítási szerepben, széken ül? Erre iszom. Hogy értjük-e? Ti engem néztek, az baj? Hát te is aranyos vagy, hát kit nézzünk? Nem, gyere, leülök, és akkor nem, mert most ott tartunk, hogy volt egy kérdés, és akkor már melyikben, és akkor én például nézném a háromszéket. Gyere, közelebb ülök. Most azt levertem. Nem várok tőled semmit. Na, ezt, de ti is most ezt néztétek, ugye? Hát hányszor mondjam, hogy nem ezt kell nézni? Hát milyen könnyen elkóricáltok. Ezt nevezik kísértésnek. Szerintetek melyikben ül? Legelső. Önkifejez. Nem. Most nem tudom, hogy ez komoly-e vagy nem. Szerinted melyik még? Első. Ragaszkodtok ehhez. Harmadik. Ki voltál a harmadik? Ki te mondtad, hogy te volt a magyar hangja. Egyik jelentkezett, másik bemondta, a harmadik hátradőlt. Ez jó. Lehet a harmadik, most csak mondom, hogy én miért gondolhatnám azt, hogy a harmadik.
Hát például azért, mert ő folyamatosan nem a saját szükségleteivel törődik, hanem azzal, hogy megfeleljen másoknak, nem? Tehát ezért tulajdonképpen, mintha folyton folyvást önátadásban volna, nem? Hát nem véletlen, hogy ez eszedbe jutott. Ha, nekünk kettőnknek, hát a többiek azt mondták, hogy ott, de mi? És ott nincsen. Mind a három? Mit csinál? Nem hallottam. Aha, ott ingázik. Itt is van, ott is van, ott is van. Nekem is eszembe jutott. Hát, miért ne lehetne folyton folyvást az ön átadásban? Hát állandóan annak a jeleit látjuk rajta, hogy ön átadásban van. Hogy csinálja, magáról megfelejtkezve, abban a hiszemben és vágyban, hogy az majd tetszeni fog másoknak, hogy majd mások szeretik érte, elfogadják vagy megtapsolják. Hát folyton, hát akkor nem itt van, hanem állandó önátadásban van. De nem véletlen, hogy azt mondtátok, hogy itt van. Hogy kiáll, politikusok és színészek előszeretettel rendelkeznek ilyen sémával. Előadó művészek. Előszeretettel. Papok. Így a Mária rádió hallgatói nem tudják. Most akkor licitálni fogunk. Mind a három először, mind a három másodszor. Mind a három harmadszor leütöttem. Csak nem így van. Mert aki az elismerés hajszolás sémában van, mondom nektek a rossz hírt, egyikbe se ül. Ez a rossz hírem. Mert ugyanis az elismerés hajszolás séma lényege, hogy nincsen szilárd én. Nincs valódi önazonosság. Ezért, amikor ő bármit is, akár színészként, politikusként vagy papként kifejez, nem magát fejezi ki, hanem valamit, amiről azt gondolja, hogy ha ezt fejezem ki, az majd sikert, vagy elismerést, vagy szeretetet fog kiváltani másokból. Tehát nem nevezhetjük ön megvalósításnak, mert nincs ön. Meg ön kifejezésnek se, mert kifejezés van reggeltől estig, csak ön nincs. De nem nevezhetjük ön átadásnak se, mert van átadás, csak ön nincsen. És ön felülmúlásnak sem, mert van felülmúlása. Szóval, ha látjuk, hogy mi ez a séma világ, akkor azt mondhatjuk, hogy ő még az önmegvalósítást el se kezdte. És ez a nagy nyomorúsága. Ezért lehetséges az, hogy az önkifejezés révén hihetetlenül sikeres lehet és belül nyomorult marad. Hogy az, amit ő önátadásként csinál, abban mindenét, önmagát, mindenét, és pocsékul van. Nem éli meg annak a magasztosságát, örömét, élményszerűségét, hanem azt, hogy egyre kiszolgáltatottam. És itt sem egy valódi spiritualitás növekszik, hanem éppen, mintha még jobban eltávolodna attól, hogy valaha is legyen valaki, aki azt tudja joggal mondani, hogy én így vagyok. Hogy én most azt érzem, hogy ez nem esik jól. De benne maradok a helyzetben, mert fontos nekem ez a kapcsolat. Így döntök. Utána. És én most eljutok oda, hogy van fontosabb nálam. Nálam is, nem csak ki, nálam, van fontosabb. És én ehhez a fontosabbhoz kapcsolódni tudok. Ha most a Szentíráshoz hozom az átkötést, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat.
Nagyon sokan azt a részt, hogy önmagadat, azt kihagyják. Nincs önmaga. Hát ezért egy olyan valakit, aki elismerés, siker, hírnév, becsüljetek meg, fogadjatok el, ő neki tulajdonképpen a személyiség fejlődésnek a legelejénél is kellene, hogy gyakorlatozzon. Ezért őt tulajdonképpen látszólag és kívülről önzésre kéne bátorítani. Látszólag és kívülről. Vagyis azt mondani neki, hogy te tudod mit? De most ne azt mondd, amit szerinted én hallani akarok, hanem hogy mi van veled. És nekem a legjobban az esne, hogyha olyasmit is mondanál, amiről azt gondolod, hogy esetleg nekem nem esik jól. Ennél jobbat el se tudok képzelni. Ezért lehet nagyon nehéz, például, ahol katolikus, keresztény, református, keresztjén házasságok vannak. Mert ha valaki például ezzel a sémával él, akkor ővele könnyen történik az meg, hogy újból és újból hallja a misén, az Isten tiszteleten, és olvassa, hogy önátadás, önfelülmúlás és spiritualitás, hit és lelkiség, és ő ezeket a maga módján mind csinálja, de rosszul van. Ezért akármilyen furcsa is, hogy a személyiség fejlődést tisztelve, az ember, a természetet muszáj tisztelnünk. Hát nem muszáj, hát fütyülhetünk rá, csak ránk gyűl a fa. Hát ha tiszteljük a természetet, akkor azt mondjuk, igen, ő neki az lenne egy nagy lépés, hogy 50 évesen azt mondja a férjének, hogy nem. Ha. És amikor van benne valaki, aki azt tudja mondani, hogy nem, és ez a valaki elviseli annak a terhét, hogy a férje most nem szereti annyira, akkor itt elkezdett valaki nőni. Tehát ennek a sémának a nyomorúsága az, és itt most kérlek, megint félreérthetitek, de szerintem nem érdemes. De tényleg, tehát akinek gusztusa van, nincs félre. Hogy ha valaki ezzel a sémával él, ő valódi emberi teljesítményeket mutat föl. Értékes életet él. Tehát ez nem azt jelenti, amikor azt mondjuk, hogy szinte nincs is ön. Kifejezés van, átadás van, felülmúlás van, csak ön nincsen. Hogy ő egy értéktelen valaki lenne. Hogy mondd, ki, hogy merészelnénk ilyet? Értékes életet él, mások javára lehet, rengeteg jó dolog születik meg belőle. Csak nincsen jól. És általában nem érti, hogy miért nincsen jól. És ezért belül, hogyha nem is beszél róla, pocsékul van. És úgy érzi, hogy őt tulajdonképpen senki nem szereti. Hogy ő már bele döglik. De ne, őt nem. És nekem az fáj, hogyha valaki egy értékes életet él, és közben pocsékul van, és úgy fejeződik be a mondat, és nem tudja, hogy miért. Hát ezzel nem tudok nem együttérző lenni. Hogy valaki rosszul van, és nem érti, hogy miért. Valaki beteg, és azt se tudja, hogy mi a baja. Az nagyon kiszolgáltatott dolog. És itt ez történhet meg. Hát de már mindent kipróbáltam. Kifejeztem magam, megasztáron is voltam. Megházasodtam, és próbáltam nagyon-nagyon jó feleség lenni. És aztán próbáltam hősies gesztusokkal felülmúlni magam, és egyik rosszabb volt, mint a másik. De nem az volt rossz, mind a három rendben van. Ő nincs rendben. Jaj. LGT számot ismeritek? A primadonna. Ugye? Primadonna. Ugye? Egymás után, ott a, nem tudom ki, hogy pontosan nem emlékszem, de hogy leveszi a ruháit ennek a primadonnának, akkor végül ugye ez valahogy ez a szöveg, hogy a karomban nem volt semmi, a kezemben nem fogtam senkit. Na itt ez ez. És ezért mondjuk így karácsony előtt megkongathatjuk a harangot azokért a gyerekekért,
akiket arra veszünk rá, hogy azzal törődjenek, hogy mi hogyan néz ki, hogy mi hogy hat, hogy mi eladható. Ez annyira ijesztő, hogy hát ne, tehát harangot kell zúgatni. Hát ha ma 95% azt mondja Amerikába, hogy a siker, hát akkor ilyen, a lélektani háttérből talán annyit, amit ti jól tudtok, hogyha történik egy egészséges folyamat, akkor a szüleim, anyuci, apuci, nagyi, nagypapa, meg a többiek engem visszatükröznek. És hogy visszatükröznek engem, a velem való kapcsolatukban újból és újból kifejezik azt, hogy én értékes vagyok, szerethető, elfogadható, tudok jó dolgokat csinálni, néha tapsolnak és megünnepelnek, néha szüli nap van, nem tudom még mi az, mert 2 éves vagyok, de elfújom a gyertyát, azt értem, el kell fújni a gyertyát. 4 éves gyereknek mondom, figyelj, Robikám, elmegyünk szombaton kirándulni. Kirándulunk! De nagyon lelkes, látja, hogy én lelkes vagyok, bízik bennem, ugye tükörneuronok működnek, rajta is látom, hogy kirándulunk. És tényleg elmegyünk, gyönyörűen süt a nap, jövünk, megyünk, egyik szebb élmény a másik után. Visszafelé zötyögünk a héven, Robika odajön hozzám, lebarnult, szomorú arccal. Eri atya, egész nap csak mentünk. Mikor jön a kirándulás? Szóval ott van valaki, akit a környezete visszatükrözésű, ezt érti, és én szerethető, és jó vagyok, és klassz vagyok, és tudok szép lenni. És hogyha ezt elég kitartóan kapjuk, néha nem kapjuk, de zömébe kapjuk, néha, mikor rászolgálnánk, akkor se kapjuk, de azért zömébe kapjuk, néha akkor is kapjuk, hogy nem érdemlünk meg, kikukázzuk. Ez belsővé válik. Tehát rászorulok arra, hogy ti visszatükrözzetek engem, mikor pici gyerek vagyok. És tőletek megtanulom, hogy ki és mi vagyok. És amikor tőletek megtanultam, hogy ki és mi vagyok, akkor van egy szilárd talaj a lábam alól, alatt, és azt mondom, na én ez vagyok, kétség kívül, többé-kevésbé. És akkor ti mondtok ilyet, olyat, amolyat, meg kotkodács, és hogy mondjátok, miután van szilárd talaj a lábam alatt, azt mondom, na én szerintem ez már nem így van. Én szerintem ezt én jobban látom. Vagy én szerintem ez a rossz tulajdonságom is van, de ti nem látjátok. De ezt akkor tudom, ha szilárd talaj van a lábam alól. És azt mondják öten, hogy Feri, te tévedsz, és én állok, és azt mondom, lehet, hogy öten azt mondják, hogy tévedek, én akkor is ebbe az irányba megyek. Egyrészt, mert lehet, hogy igazam van, kettő, ha nincs igazam is, kibírom. Hát akkor ki fog derülni, marhára fog fájni, dühös leszek, csalódott, de annyi történt, hogy tévedtem. Ennél a sémánál az a probléma, hogy nincs meg ez a második lépés, hogy el tudnék távolodni tőletek, bárkitől, és azt tudnám mondani, hogy van itt egy szilárd talaj a lábam alól. Miért ez az alól? Hát, szerintem ez a karácsony. Annyira közel van már a karácsony, hogy már nem. Alól, nem tudom, ez az alól. Tehát itt az történik, hogy ő 20, 30, 40, 50, 60 évesen is annak a kényszerét éli meg, hogy másokban tükröződjön. És amikor ti engem visszatükröztök, mint értékeset, jót, szerethetőt, nem tudom mit, akkor jó. De csak eddig. Tehát rögtön nézek, hogy még mindig így van. Mert nincs meg ez a belső én vezéreltség. Nincsen. De miért nincsen? Azt mondják, házastársi kapcsolat, már nincs is házastársi kapcsolat, annak látszó viszonyok, hogy
egyre nagyobb probléma az elköteleződés. És akkor mi papok, erre iszom, ember legyen büszke arra, amire lehet. Mi papok, elmondjuk, mindjárt lesz Szent Család vasárnapja, na? Elmondjuk, hogy drágáim, elköteleződés. Enélkül nem. A kérdés azonban az, hogy van-e valaki, aki el tud köteleződni? Manapság úgy tűnik, ha túlságosan is kevéssé alakul ki egy szilárd önazonosság, és nagyon az számít, hogy hogy hatok, milyen hatást tudok kelteni, mennyire tudok sikeres lenni, és a többi, akkor nincs bennem valaki, aki el tudna köteleződni. Egyszerűen belül nincs valaki meg, aki, hogyha azt mondja, hogy igen, akkor annak van valami mélysége. Tulajdonképpen, amikor valaki ezzel a sémával él, kívülről azt láthatjuk róla, vagy ez a róla, rajta, hogy felszínes. Felszínes. Nincs mélysége. Hát nyilván felszínes, törvényszerűen felszínes, mert hatnia kell. Tehát nem engedheti meg magának, hogy... Ott egy döbbenetes olasz film, nem tudom a címét, nem tudom mit nyert. Mondjátok, ti fogjátok tudni. Egy Itáliában játszódik, egy férfi, aki az esztétikumnak a rabja. A nagy szépség, tudtam, bennetek lehet bízni. Na a nagy szépség, hát akkor láttad is. A nagy szépség, nézzétek meg a nagy szépséget. A nagy szépség, egy férfi, van a film vége felé egy jelenet, egy író ember, aki az esztétikus ennek a hatásnak, hogy mi hogy néz ki, és ezzel együtt persze siker, és ennek a rabjává válik. Egyetlen jó regényt ír, utána soha többet, mert hát nem engedheti meg magának, hogy esetleg ne legyen jó. Mert akkor vége mindennek, ezért elkezdi a legprimitívebb módon, ez most egy minősítés volt, de inkább csak leírni akarom ezt, hogy apró pénzre váltani azt, ezért már csak már nem is hoz létre semmit, ami igazán a mélységből jönne, mert esetleg majd nem fog tetszeni, vagy nem lesz olyan sikeres, mint az első nagy regény, az egyetlen persze. Az egész filmben újból és újból kérdezik őt, hogy mikor írod meg már a másodikat. De hát nem írhatja meg. Egyszer csak az nem sikeres, akkor vége van neki. Mert attól valaki, hogy sikeres, és most még azt tudja magáról mondani, hogy van egy sikeres művem. És mert van egy sikeres művem, be lehet kapaszkodni. De ha a második nem sikerül, ezért nem ír többet. De mindenkinek mondja, hogy igen, írok, és most szerzem az anyagokat. És elkezdi apró pénzzel váltani a sérültségét. Már csak arra figyel, hogy jól nézzen ki. Mindig elegáns legyen, és nem is csak egyszerűen elegáns, hanem mindig a helyzethez illően elegáns. Hogy tartja magát, a testrészeit. És a vége felé egy döbbenetes jelenet, beszélget egy nővel, talán szeretkezés után, vagy valami ilyesmi, erre nem emlékszem. És a... Jó. És azt mondja, hogy tudod, most, jó? Tehát egy olyan lelki állapotban van, valami meghittséget élt át ezzel a nővel, akivel együtt volt, és mer magáról egy picit őszintén megnyilatkozni. Akkor azt mondja, hogy tudod, meghalt ez az ismerősünk, és én el fogok menni a temetésére. És a temetés a számomra egy fellépés. Én egy vagyok a gyászolók között, de pontosan tudom, hogy kivel milyen viszonyban vagyok,
hogy mi az, amit a legelegánsabban megteltek, és akkor elmondja a nőnek ott, azt mondom, hogy feküsznek az ágyba, hogy ezzel még érdemes megnézni a filmet, tehát nem, most nem mondtam az összes érdekes dolgot. Elmondja a nőnek, hogy majd amikor mindenki föláll, és oda megy a koporsóhoz, és ott meghajol, hogy ő természetesen pontosan tudja, melyik sorba kell, hogy üljön, abból a sorból fog kilépni, természetesen a szélén ül, mert béna lenne, hogy úgy kell kikászálódni, és hogy körülbelül milyen lépésekkel fog oda lépni a koporsóhoz, azt is tudja, hogy körülbelül mennyire kell meghajolni, hogy az pont úgy fessen, ahogy annak lennie kell, és akkor hátra fogok fordulni, most vegyétek úgy, hogy hátrafordultam, csak akkor pont nem látnátok semmit, és hogy megy vissza, mi lesz az a pillanat és az a helyzet, amikor a gyászoló szülőkre néz, hogy a biccent, és megy tovább. És hogy leírja, tehát azt gondolod, hogy ez egyszerűen így nem lehet élni, ez elviselhetetlen, hogy ez hogy hat és hogy néz ki. De hol van ő? Értitek ezt? Nincs semmi gyász. Semmi. Egy szó nem hangzik el, hogy ő gyászolna valaki, milyen viszonyban volt vele, hogy ez megrendíti, vagy nem, hogy semmi. Csak hogy mi hogy néz ki, mi hogy hat, és hogy. És akkor snit, egészségedre. És ott vagyunk a temetésen, és az ambivalencia, ahogy ez az ember ott, talán 60 éves író, centiről centire, pont úgy csinálja, hogy elmondta, hogy hogy fogja csinálni. Megtervezte egy nappal előbb. És oda megy, és meghajol. És visszamegy. Megint így. Visszamegy. Értékes az idő, karácsony előtt vagyunk. Oda biccen. A hideg futkos a hátamon. És van a filmben egy ellenpontja, akiről csak úgy beszélnek, hogy a szent. És az a nagyon izgalmas, hogy a szent egy annyira ronda öreg nő, ugye? Nagyon-nagyon ronda! Az öregsége pedig tény. És mutatják, ahogyan ez a nő, ez a nagyon idős nő, térdepel a lépcsőn, és ott imádkozik. Van ott egy feszület, és hát, hogy szentnek látják, vagy tartják, és olyan értelemben ellenpontja ennek a művésznek, hogy őt is a szépség nyűgözte le, de annak a mélysége. Vagyis ő leborul a szépség előtt, nem ő maga akar csak mindig úgy tűnni, mintha ki tudna fejezni valami szépet, és ezzel hatni tudna, hanem fogja magát, ez a nagyon-nagyon öreg, csúnya nő, leborul a szépség előtt. És így hívják a filmben, nyilván egy szimbolikus kifejezés, hogy a szent. És megrendítő, ez a két ember a film végén találkozik egymással. Akkor ránéz, ilyen nagyon egyszerűen ez az idős öreg nő, akkor megkérdezi tőle, hogy miért nem írtál több regényt? Na, szóval, ha erről a sémáról akartok valamit tudni, akkor nagy szépség. Milyen díjat nyert, mert az fontos manapság. Nem tudjátok? Nem tudja valaki? Tessék? Aranymedve? Oszkár! Oszkár! Hát annál tovább nincs. Oszkár. Onnan indultam el, hogy gyerekkorban rászorulunk, hogy bennünket a szüleink visszatükrözzenek. De egy idő után nincs szükség a tükörre. Néha belenézünk, jó, elmegyünk pillanatra, néha egy kicsit megállunk, időzünk, hogy rájövünk, hogy épp változtunk, ráncos is vagyok, kopaszodok, nem tudom mi van.
De tulajdonképpen a tükörre olyan nagyon nincsen szükségünk, mert van belső. Nincs szükség annyira a külsőre. Aki ezzel a sémával van, nincsen belső tükör. Nem tudja magát belül semmihez sem viszonyítani és mérni, ezért mindig valami külső tükör kell, mindig. Neki a tükör kell. És látjátok, ezzel még valamit mondtam, hogy valójában a tükörhöz ragaszkodik görcsösen. Mert amit a tükörben lát, azt nem hiszi el. Ja, hogyha engem elismernek és szeretnek egyetlen egyszer az életben, és én elhiszem, hogy az valóság, akkor a következő nap megengedhetem, hogy valaki ne szeressen. Mert tudom, hogy mi a valóság. De aki a túlzott elismerés hajhászásban van, nem tudja, hogy ő szerethető. És itt jön a csavar, de van egy sejtése, és a sejtés így szól. Ha elég szépen megyek ki a ravatalhoz, és jövök vissza, na akkor talán valami lesz velem. Akkor valamihez azért csak hozzájutok. Na, ha nagyon sikeres lennék, na akkor valami történne. Ha észre tudnám vétetni magam, na akkor talán szeretnének is. De a csavar ugye az, hogy megcsinálja azt, hogy észrevéteti magát, csikőzőzőzőm, de nem hiszi el, hogy szeretik. Mert a sérülésére nem lát rá, és nem tudatosul benne. Ezért egy örökös vesszőfutás lesz az élete. Idősen nagyon nyomorult lesz. Vagy pedig azt mondja, mint Domján Edit, hogy nem. Közel a karácsony. Nézzük. Igen. Ha valaki volt közületek már depressziós, úgy jó rendesen, tehát nem most, hogy depis voltam ma este, hanem úgy tényleg. A depressziónak eleve láthatunk egy olyan alap dinamikáját, hogy valaki beszorul egy megoldhatatlannak tűnő helyzetbe, ez pedig az, hogy hát már elég közel jutottam ahhoz, hogy van olyan, hogy önmegvalósítás, úgy kezdem a kapujába érezni magamat annak, hogy valahova tényleg le is üljek. Tehát ne csak úgy csináljam, mintha magamat fejezném ki, ne csak úgy csináljak, mintha, és ne csak úgy, hanem hogy tényleg leüljek valahova. Igen ám, de hogy már leülne, és már mondaná azt a feleségének, hogy ne ez, akkor hirtelen megijed, és azt mondja, hogy ezt nem engedhetem meg magamnak. Mert valahogy még csak elvegetálok, még ha most nem mondom a férjemnek azt, hogy nem, legalább valamennyire szeret. Ha most azt fogom mondani neki, hogy nem, akkor két szék közé a pad alá fogok csúszni, mert még nem vagyok magam, de már nem is szeretnek. Értitek ezt? Hát ez olyan rettenetes, mert azt úgy kéne, hogy először megerősödök, rájövök, ki vagyok én, valójában az a lelkem, és akkor megerősödök, akkor leülök, és azt mondom a férjemnek, hogy nem. És ha nagyon megerősödtem, akkor azt mondom, sajnos nem. Úgy, akkor nem kell olyan brutálisnak lenni. Ez a vágyálom, hogy megerősödnék annyira úgy valahol, stikába, sutyiba, valahol. Látjátok, nagyon csinál. És megerősödtem, és akkor. 10 perc múlva vége. Csak hogy ilyen nincs. Mert az úgy megy, leülök, és most azt fogom mondani, hogy nem. Nem tudom, most azt mondjam, hogy nem. Most azt mondanám, hogy nem.
akkor az este, tehát akkor nem az a baj, hogy csúnyán nézel rám, hanem belém sül az arcod. Azt mondja, hogy mi van? És az este már nem lesz olyan. Nem lesz olyan, ez vagy úgy csinálom. Van, úgy. Próbálom mondani, hogy nem, de itt ott a lábam, hogy... Nem, de ugye szeretsz! Értitek ezt? Ez a dilemma. És az, hogy ő bármelyik székre leüljön, van egy kockázata. Az, hogy egy picit bele kell dögleni. Ezt nem tudom jobban mondani. Mondhatnám szebben. Ha, persze, kint az, hogy ne tudnám szebben. Be kellene integrálni, ja? Úgy hívják, hogy érzelmi teherbíró képesség, frusztráció tűrés. Magyarul. Itt ülök, kimondom, hogy nem, de azt látom rajtad, hogy így nem vagyok szerethető és elfogadható, és akkor ezt a helyzetet valahogy bírom. Mély levegőt veszem. Négyig számolom, beszívom egyiket. Bent tartom, 2, 3, 4. Kifúj, 2, 3. Kezdek figyelni, így, hasi légzés. 3, 4, bent tart, 2, 3, 4. Kifúj, 2, 3, 4. Mindjárt karácsony. Szóval az a nagy dolog, hogy elérem magamban a felnőtt részemet, és a felnőtt részem, a segítő részem megnyugtat, hogy van élet így is. És hogy veszek, 4 beszívok, 4 tartok, 4 ki, hasi légzést csinálom, kezdek egy kicsit megnyugodni. Eszembe jut, most 47 éves vagyok, egy élmény, amikor valaki szeretett. Egy. Egy pici. Egy karácsony. Ott szerettek, és... Hát... Ez nagy dolog. Érzelmi teherbíró képesség. Ezt a nehézséget, ha valaki fejlődni akar, nem vállalja. Szóval inkább iszom, mint hogy jobb helyzetbe kerüljek. Inkább. Akkor inkább visszakozok. Zseniális az a kép, hogy amikor valaki így sebzett, akkor olyan, mintha derekára lenne kötve egy gumikötél. És a gumikötél ide van kötve, így. És itt van az, hogy ha nem csodam, ha. Igen, az a 2 elment, ezt nem tudom, ez a 3. rendes szeret. Ide van kötve a gumikötél, itt a sérültségem, szóval, ha nem csinálom úgy, hogy tessen nektek, akkor nem vagyok jó. És összeszedem magam, nem, hát, nem. De ha ezt leszakítom, ezt most olyan jó lenne, de ezt nem engedhetjük meg magunknak. Hát karácsony előtt nem, mert ez fontos dolog. De el tudjátok képzelni, hogy húzom, és minél inkább húzom, annál nehezebb. És itt már csak így. Ez a gumikötél. Ezért lehet, hogy valaki leül bármelyik székre, de rajta van a gumikötél. És jön a bizonytalanság, az érzés, a gondolat, a szelektív emlékezés, a fizikai állapot, hogy... Így nem fogsz kelleni senkinek. Így. Öregen. Betegen. Kinek? Ráncos vagy. Jó. Most kellene egy laza történettel befejezni. Az keltené talán a legjobb hatást a ma este.
megnézem, hogy fölkészültem-e erre a nehéz pillanatra egy laza történettel, ami után majd azt gondoljátok, hogy ez nem is volt egy rossz előadás. Mert úgy van, hogy a jó befejezés az nagyon sokat segít, tudjátok. Tehát, hogyha volt ilyen közepes előadás, de a vége jó, az érzelmi memóriában vége marad meg. Tehát most akkor egy hú, csak... Te jó ég! Te jó ég, hogy nincs itt egy jó történet. Ez nagyon. Te jó ég. Várjatok, most ez drámai, mert ha nem fejezem be jól, akkor egy hétig leszek rosszul. És ez karácsony előtt már nem engedhetem meg. Hát tudjátok. Hát te végem van, nincs itt egy jó történet. Hát most nem tudom. Péter, segíts. Ne, ez a rendes, hogy mondjak valami pöttyösset. Már nem megy. Nem így. Gyuri néni? Ismerem őt? Hát, tudjátok, ez a mai alkalom egyszerűen hatás nélkül fog befejeződni. Úgyhogy belehullunk együtt a nagy semmibe, és majd támolygunk haza, hogy most mi van? Most ez jó volt, vagy nem? Most szeretjük-e egymást még, vagy nem? Hát így most akkor ezzel a nyomasztó véggel, azzal a némi reménnyel, hogy nem sokára karácsony.